A sövények már kikerültek a földből, elkezdték a földmunkákat. Most már látható, hol lesznek újabb parkolók a Rákóczi úton. A leendő kosárlabdacsarnok működésének feltétele a megfelelő számú parkolóhely. A Rákóczi úton, a Táncsücs Mihály és a Mozdony utca közötti szakaszon, valamint a Várkonyi István általános iskola Rákóczi úti épülete előtt alakítanak ki parkolási lehetőségeket. A munkálatok ideje alatt a Rákóczi út érintett szakaszát időszakosan és ideiglenesen félpályás szélességben lezárják. A most kiszedett növényzetet egyébként pótolni fogják, ha elkészülnek a parkolók.